fonogram és hangvilladíjas Csemer Boglárka zenei világában különböző stílusok keverednek. Popdalok, francia sanzonok, jazz, világ és klasszikus zenei szerzemények. Koncertjével a belgrádi közönség tetszését is elnyerte. Nagyon jó volt, nagyon élveztem. Amúgy a hangszerszólók is nagyon jól voltak, de varázslatosan énekelt, tök jó volt. Boggy a Parfüm című dalával lett világszerte híres, miután a dal videoklipje hatalmas sikert aratott az interneten. Bizonyos számítások szerint idén ünneplem a 10. évfordulómat, ugyanis a Parfüm című dalom az 2014. januárjában söpört végig a világon, úgyhogy most meg 2024 van, szóval tényleg egy 10 éves dalszerzési ciklus termését hoztam el a belgrádi közönségnek, 4 nagy lemez dalaiból válogattam, magyar nyelvű, francia nyelvű és angol nyelvű saját dalokat hoztam. Csemer Boglárka 2015-ben Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon Wars for Nothing című dalával. Teltházas koncertünk volt, én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon élvezte, és Bogi tényleg egy olyan előadó, aki meg tudja mozgatni a közönséget, és a zene szeretetét mindenkinek átadja. Bogi Belgrádban saját zenekarával lépett fel, amelynek tagjaival már 10 éve együtt dolgozik.